Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben így megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Kiütéses győzelmet aratott a kisvárdai futballcsapat. Bejutott a legjobb négy közé a nyíregyházi kosársuli. Két aranyat és egy ezüstöt szereztek Miskolcon az Ibrányi úszók. Három éremmel tértek haza a diákolimpiai döntőről az arany fiataljai. 12 csapat lépett pályára a Hübner húsvéti röplabda tornán. Játékos és kapitányi múltjáról, elnöki jelenéről beszél Kemény Dénes. Kiütéses győzelmet aratott a Kisvárda Mastergood. A várdaiak 5-0-ra verték a Sziget-Szent Miklóst, és a tabella negyedik helyén állva 3 pontra megközelítették a már feljutó helyen álló Zalaegerszeget. Ez volt az a mérkőzés, amiben minden elemében felül tudtuk múlni az ellenfelet. Annak kifejezetten örülök, hogy két forduló után ez volt egy olyan mérkőzés, amelyet teljes létszámmal tudtunk befejezni. Én úgy gondolom, hogy az első félidőben nem igazán találtuk a fogást, bár akkor sem jutott el az ellenfél a kapunkig, a második félidőben pedig teljesen fölé tudtunk kerekedni, és azt arra mondom, hogy mindenféle értelemben, tehát mind kondicionálisan, mind labdabirtoklásban, mind a párharcokban, mind a helyzetek számában és mind a rúgott gólokban. Teljesen megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést, még ilyen arányban is. Előnye birtokában sem vett vissza a csapat. Ennek ez a jutalma, amikor így ilyen felfogásban játszik a csapat, akkor születhet ilyen magabiztos győzelem? Igen, ez most nagyon fontos volt, hogy hazai mérkőzés, és ugye a Soroksár elleni mérkőzést elrontottuk itthon. Szerettük volna, hogyha a játékosok a 90 perc során végig tudnak koncentrálni. Ezért is volt talán a kispadról elég sok kiabálás nekik, hogy tűzbe tudjuk őket tartani, és én úgy gondolom, hogy mindent megtettek azért, hogy a következő hazai mérkőzésen is szép számmal látogassanak majd ki a nézők ide a Várkerti sporttelepre. Az alsóházi csapatok ellen eddig volt gondja a csapatnak, ezt a fajta gátat levetkőzte ezzel a győzelemmel a csapat? Hát, ez majd a hátralévő fordulók el fogják dönteni. Ugye én úgy gondolom, hogy ennek a Sziget-Szent Miklósnak egy helyzete volt, egy szöglet utáni kavarodás, amiből volt egy fejes a Hevesi Tamásnak, és hogyha az esetleg utott talál a kapuba, akkor az még 1-0-nál volt, akkor lehet, hogy egy picit esetlegesen görcsösebbé váltott volna a játékunk. De az a csapat, aki tesz érte, azt tud szerencsésebb lenni. Ez a labda elkerülte a kaput, és onnantól kezdve én úgy gondolom, hogy az ellenfélnek a helyzete sem volt. Feltűnő volt, hogy az amúgy védekezésre megbízott játékosok is mentek előre, úgy Lukasz, mint Bagi István. Ez a szünetben erre esetleg felhívták külön a figyelmet az öltözőben? Igen, főleg a második, igen, az első félidőben ez nem igazán működött, ott nagyon nagy volt a távolság a csapatrészek között, illetve nem igazán tudtunk rágyorsítani az ellenfél védelmére, nem voltak meg a támadó zónában azok a létszámfölényes helyzetek, amik a második játékrészben már megvoltak. Mindenféleképpen kértük tőlük azokat a szituációkat, hogy úgy próbálják megoldani, hogy létszám fölén alakítsunk ki, főleg a széleken, illetve a tengelybe is, nagyon jól léptek be a játékba, mind a ketten nagyon jól futottak be azokba az üres területekbe, amikbe be kellett. 3-4 hete még arról beszéltünk, hogy megvan a bennmaradás. Most már azért álszentség lenne, ha nem arról beszélünk, hogy itt a dobogó, ne adj Isten a feljutás is szóba kerülhet. Szóba kerül? Én úgy gondolom, hogy lépésről lépésre, aztán majd meglátjuk, hogy hova érünk. Pintér Zoltán, a Sziget-Szent Miklós megbízott edzője volt ezen a mérkőzésen. Hogyan látta ezt a találkozót? Az első félben azt gondolom, amiket próbáltunk ezen a héten gyakorolni, azt nagy részben visszakaptuk. Ott voltak igazából olyan elemek, amik pozitív visszacsengésűek voltak. A második félben teljesen átvitt az irányítást a hazai csapat, és ott nagyon fölénylőtt, úgyhogy az már kevésbé tetszett a stábnak. Egy 5-0-ás vereség alkalmából van azért olyan kapaszkodó, amiben lehet kapaszkodni a jövőt illetően? Egy-egy elemben igen, mindenféleképpen, ami fontos, hogy a csapatnak tartása legyen továbbra is, és ezeket a hibákat meg ki kell javítani mindenféleképpen, hogyha el akarjuk érni a céljainkat. 5-0-ra nyerte meg a Kisvárda Mastergood a Sziget-Szent Miklós elleni MB2-es bajnoki mérkőzés, Dierce Gergely hány góljával is? Hát úgy néz ki, hogy nekem adták, az én hátamon pattan meg szerencsére. Szerencsém volt, úgyhogy áll az égnek, két gólt sikerült szereznem, és egy gólpaszt adnom. Van olyan, amikor egy csatárnak a hátára is bepattan a labda, ez egy ilyen meccs volt? Így van, úgy gondolom, hogy az első félidőben is jól játszottunk, nekem is úgy gondolom, hogy kicsit több labdát kaphattam volna, a második félidőben sikerült befutnom a területeket, és úgy gondolom, hogy most azért szerencsém is volt, és szállazni bepattant a labda. Ugye tavasszal idegenben eddig lényegesen jobban ment, hiszen többet is játszottatok idegenben, de ez a hazai győzelem most nagyon rátok fért. Hát ez nagyon kellett, mert ugye ez volt a második mérkőzésünk itthon, és sajnos a Soroksár ellen veszítettünk, amit szerettünk volna most jóvá tenni a szurkolóknak, és úgy gondolom, hogy ez az 5-0, ez egy közönség szakaszható mérkőzés volt. 45 góllal most már ugye messze magasan a kisvárdai támadó szekció a legeredményesebb a bajnokságban, és hát harcban van a csapat a dobogóért, vagy esetleg a feljutásért is? Hát mi nem merünk nagyot álmodni, csináljuk a dolgunkat, mindig a következő mérkőzésre koncentrálunk, valóban elég, mi szereztük a legtöbb gólt,
most hála, hogy nem is kaptunk gólt, úgyhogy rövid héten szeretném Budaörsön is nyerni, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A forduló további eredményei a következők: Sopron Balmazújváros 1-2, Szolnok Vác 0-1, Szeged Budaörs 2-0, Soroksár Ajka 1-0, Csákvár Dunaújváros 4-0, Zalaegerszeg Siófok 3-0 és Gyirmót Mezőkövest 2-1. A tabella élén az 50 pontos Gyirmót áll, megelőzve a 39 pontos Zalaegerszeget, a 38 pontos Mezőkövesdet és a 36 pontos Kisvárdát. A várdaiak szombaton Budaörsön lépnek pályára. Bejutott a legjobb négy közé a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese idegenben 84-62-re verte a Tatabányát, így kettő győzelemmel jutott az elődöntőbe, ahol a TFS-e lesz az ellenfele. Ez az első percekben az egy ilyen kapkodós, rohanós játék volt, eleve ugye szokni kellett ezt a palánkot is, tehát már bemegítésnél látszott, hogy borzasztóan kemény a plexi, és borzasztóan kemény a maga a gyűrű is. Tehát innentől kezdve azért idő kellett, amíg a lányok ráéreztek erre az egészre, és akkor az 5.-6. perc körül elkezdtünk betalálni, és akkor egy kicsikét realizálódott a helyzet. Az első negyedben egy ilyen egállal mentünk az első negyed után. Utána ugye következett a második negyed, amikor úgy gondolom, hogy elkaptuk végre a fonalat, és sikerült úgy összeraknunk a támadást és a védekezést, hogy abból pontokat tudtunk dobni, és ott már egy ilyen 10 pontos előre tudtunk szert tenni, ami reménykedtünk abban, hogy a következő végjátékra és a második fél időben is ez kellőképpen elég lesz. Váltogattuk a támadást, váltogattuk a védekezést, én azt hiszem, hogy a harmadik negyed volt az, ami megtörte az ellenfelet. Ugye az volt ebben a mérkőzésben jó, hogy akit a pályára küldtünk, az mindenki hozzá tudott valamilyen szinten segíteni ehhez a mérkőzéshez. Tehát mindenki pontot tudott dobni, vagy éppen védekezésben labdákat szerzett. Ebből következik, hogy szinte mindenki úgy jött le a pályáról, hogy nem maradtunk mínuszvalba, ami szerintem nagyon fontos egy ilyen mérkőzésen. Az ellenfél a szép lassan kezdett beletörődni a mérkőzés elvesztésébe, és már a negyedik negyedbe nem fejtettek ki akkor ellenállást, és az azért is volt jó, mert így több mint 3 percen keresztül föl tudtuk tartani a kicsiket, tehát itt értem ez alatt azokat a serdülőkorú gyerekeket, ugye akik ilyen mérkőzésen még nem igazán jutottak eddig szóhoz. Most megtapasztalták, hogy milyen is egy ilyen mérkőzésen azért egy tapasztalt jó Tatabány ellen játszani. Volt, akinek elég is volt ez a 4 perc, olyan fáradtan jött le a pályáról, mint hogyha saját korosztályban egy egész mérkőzés játszott volna le. Én úgy gondolom, hogy ez egyértelműen ez egy csapatmunka volt. Egy héten keresztül erre készültünk. Mindenki külön DVD-t kapott, ami alapján ki kellett elemeznie, néznie kellett azt a játékost, akit neki mérkőzésen fognia kell. És úgy gondolom, hogy mindenki, amit kellett, hozzátette. Az egységben, csapatban, de a dobott pontok alapján is látszik, hogy igazán kimagasló teljesítményt most senki nem nyújtott. Hiába próbálták ugye a két kulcsjátékosunkat semlegesíteni, ez nem igazán jött össze, mert a többiek is kivették a részüket. Ettől függetlenül ez egy nagyon kemény, nagyon agresszív mérkőzés volt, többet voltak a lányok a földön, mint amit állva sok esetben, de ez se tölt meg bennünket, kaptunk egy korrekt, jó játékvezetés, ami úgy gondolom, hogy ilyen mérkőzésen nagyon fontos, és ebből sikerült kijönnünk jól. Mindenképp éremért játszik a csapat, a kérdés, hogy milyen színűért, az elődöntőben a TF lesz az ellenfél, milyen esélye van ennek a párhasznak, tudva az, hogy ezúttal a fővárosi csapat a pályaválasztó, tehát ő van pályaelőnyben. Nem egyszerű mérkőzés, tehát ugye azért tudni kell itt a pesti csapatoknál, hogy ugye itt ők azért gyűjtögető életmódot folytatnak, tehát különböző csapatokból szedik össze a játékosokat, ugye pontosan ott játszik a tőlünk távozó Sándorfi Dóra is. Vannak benne TFS lányok, vannak benne az NTK-tól, a BSC-ből, de a régi fradista játékosok is vannak. Nem egyszerű mérkőzés. Tehát ugye ezek a játékosok is azért megjárták már az át, és ugye ezek lényegesen fiatalabbak, mint amilyen a Tatabányai játékosok. Tehát biztos, hogy sokkal nagyobb ellenállást fognak kifejteni, tehát sokkal gyorsabban, agresszívebben fogják a támadó játékokat is szervezni. Biztos, hogy megpróbálnak védekezésben is valamilyen szinten nyomást gyakorolni a mi két pont erősebb játékosunkra, ami ugye eddig úgy volt, de hogyha ez a tendencia marad, ugye ami ezen a Tatabány jelen mérkőzésen volt, és mindenki azt, amit tud hozzáteszni a mérkőzéshez, akkor én úgy gondolom, hogy akár meglepetést is okozhatunk, és akár már idegenben egy jó mérkőzésen, hogyha csak jó mérkőzést játszunk, én úgy gondolom, az is jó. Első mérkőzésnek, ha ne talán sikerülne előnyhöz jutnunk, akkor az meg egy óriási dolog lenne számunkra. Én azt hiszem, hogy amit kellett,
azt mi elértük, négybe került a csapat, elsődleges szempont ez volt, most már ugye haladunk előre, és megpróbálunk még egy picit hozzátenni, és esetleg egy olyan állomásra eljutni, amit talán egyikünknek a fejében sem fordult meg a bajnokság kezdetén, de hát az játék az játék, és mivel megpróbáljuk ebben az évben a lehető legtöbbet kihozni. Három érmet szereztek az Ibrányi Jusszók a Diákolimpia országos döntőjében. Szentesi Levente 50 méter mellen első lett, Száz Gyorson második, és a 4x50-es gyorsváltó tagjaként is a dobogó tetejére állhatott fel az ibrányi fiatalember. Egy 6 fős létszámú csapattal sikerült kijutnunk az országos döntőre. Ugye a megyei döntő megnyerésével lehet csak az országosra bejutni, és az eredményeket azt nagyon-nagyon jól sikerült idén hozni. Három érmet sikerült szereznünk, ebből két egyéni is egy váltó érem. Szentesi Levente volt a legeredményesebb versenyzőnk, ő egy egyéni ezüsttel a 100 méteres gyorsúszószámban, egy egyéni aranyéremmel a 150 méteres mellúszószámban, és a 4x50-es gyorsváltónk hozott el még aranyérmet, megnyerve ezzel az országos bajnoki címet. Kik alkották a váltót? A váltót Sódóczki Tamás, Imre Csongor József, Berec Zsolt és egyéniben nyert szintén Szentesi Levente alkották. Milyen erősségű volt a mezőny, hiszen minden megyéből az adott megye legjobbjai álltak rajtkőre a döntőben. Igen, éppen emiatt nagyon kemény és erős mezőnyben versenyezhettünk, de ez volt a szerencsénk is, ugyanis a döntőben már aki nagyon jól úszik, ők egymást húzzák is. 6 éve folyik itt úszásoktatás Ibrányban, milyen eredményekre lehettek eddig büszkék? Eddig a eredményeink úgymond javuló tendenciát mutattak. Minden éven picivel nagyobb létszámmal és picivel eredményesebben tudtunk szerepelni az országos döntőn. Mióta megnyitottunk, 2 évig oktatómunkát végeztünk, és utána következő években sikerült már versenyzéssel is foglalkoznunk. Egy országos bajnoki címünk volt ez idáig, most már így bővült a létszámunk. Mennyien úsznak most itt jelenleg nálatok? Egy 30 fős létszám úszik nálunk. A harmadik és negyedik korcsoport úszik nálam, csak kisebbek a kollégámnál, Seles Zsigmondnál. A feltételek adottak, milyen versenyeken tudnak fejlődni a fiatalok? Nagyon is jó adottsággal rendelkezünk, ugyanis a úszoda iskolától abszolút nincsen messze, és a felkészülésben sokat segít a Szabós Túr versenysorozat, ahol havonta a megye minden helyszínén tudunk készülni, ugyanis a úszószövetség úgy gondolta és így hívta létre ezt a versenyt, hogy ezzel tudunk fejlődni és még gyorsabbak lenni. A következő Diákolimpiai sorozat kezdete még odébb van. A nyári időszakban milyen versenyek várnak a srácokra? Lesz még 2 forduló ebből a Szabós Túr versenyből, mivel szeretnénk itthon is egy házi versenyt rendezni még. Egyrészt a kisebbeknek, másrészt a nem Diákolimpia kijutott versenyzőknek fejlődés szempontjából, illetve előadás szempontjából is hasznos lenne ez. 6 ibrányi versenyző állt rajtkőre a Diákolimpiai döntőben. Te milyen célokkal, milyen reményekkel indultál, mit vártál magadtól? Melbe 5. helyre akartam, de sikerült az első hely is. Gyorsba 2., abban 2. is lettem. Váltóban már megpróbáltuk összehozni az első helyet, de ez meg is volt. Melyik volt a legnehezebb és melyik volt a legkönnyebb a 3 érem közül? A gyors volt a legnehezebb. És a mellett az ilyen könnyebb, az nekem nagyon megy, de váltó az nem csak rajtam múlt, hanem a többieken is. Mióta úszol és voltak-e már komolyabb eredményeid? 6 éve úszok, de ez volt a legkomolyabb eddig, csak most jutottam be országosra még. Milyen céljaid vannak ebben a sportágban? Hát tovább akarom vinni, hogy a nagyobbak között, a felnőttek között is ússzak. Nagyszerűen szerepeltek a nyíregyházi aranyúszói is a döntőben, ahonnan egy ezüst és 2 bronzéremet értek haza. Az első és második korcsoportban vitézkedtünk az idén, ugyanis sajnos azt történt, hogy az A kategóriát a felső kategóriákban ugye egy Diáksport Szövetség egy vonással megszüntette. A második korcsoportosaink viszont teljes létszámmal részt tudtak venni a versenyen. Nagyon jó eredményt értek el. A fiúk 2/10 maradtak le az országos bajnoki címből, ezüstérmet szereztek a 4x50-es váltóban. A lányok meglepetésre ugyanebben a számban 4x50-es gyorsváltóban bronzérmesek lettek, nagyon szép eredménnyel, illetve egyéniben a Struhár Jászmin 50 mellé egy bronzérem volt jó, 38
0-0-val új egyéni csúcsot úszott. Milyen nagyság és milyen színvonalú volt a mezőny, hiszen egy alas sportág és Magyarországon népszerű sportágról van szó. Mindenki jelen volt, aki ugye a Diák Olimpia országos döntőjében minden megye kvalifikálja magát, az első helyezettek a megyei döntőkből, illetve Budapestről 3 fő versenyeztetett, tehát 21 főnek kellett jelen lenni, akik ott is voltak a versenyen. Ezek a gyerekek mennyit készülnek, hol tartanak ebben a sportágban jelenleg? Az iskolai úszásoktatás keretén kívül ezek a srácok a Nyíregyházi Sportcentrumban edzenek természetesen, tehát a felkészítésük a testnevelőtanár és az edző közös munkájának az eredménye. Ők napi rendszeressége minden nap edzenek már. A Diák Olimpiai országos döntővel ez a sorozat véget ért. Klubszinten milyen versenyek várnak még a srácokra, lányokra? A klubszinten jön a nyári szezon, a főszezonunk, indulnak a bajnokságok, ennek a korcsoportnak, ennek a srácoknak a Delfin, illetve a Cápa bajnokság, ami már sok-sok év óta váratott magára, új korosztályként belép, és május, június, július végéig folyamatosan fogunk részt venni ilyen versenyeken. Amikor elutazhatok Miskolcra a Diák Olimpiára, miben reménykedtél, milyen eredményeket szerettél volna elérni? Hát nekem volt egy vályis könyökfájdalmam, szóval nagyon izgultam, mert nem tudtam, hogy milyen teljesítményt fogok elérni. Szerencsére 100 mellen 6. lettem, és a váltónak is nagyon örülök, hogy másodikok lettünk. Milyenek ti váltótok, milyenek a társok, milyenek a srácok? Nekünk nagyon jó együtt váltózni, mert viccesek, és tényleg, hogyha oda kell tenni magukat, nagyon erősek. Milyen volt a verseny, mennyire vagy elégedett azzal, amit elértél? Nem vagyok nagyon elégedett, mert tudtam volna egyénibe is menni, csak nem sikerült a megyei Diák Olimpián, de nagyon szeretem volna egyébként bemenni. A váltóba ügyesek voltam szerintem. Újabb érmekkel gazdagodott az arany, amúgy sem szegény érem gyűjteménye. A Miskolci Diák Olimpiáról 3 medállat értek haza a fiatalok, a intézmény vezetőjeként. Ez valamilyen szinten elvárás is ettől az iskolától, ahol azért ilyen feltételek között tudnak úszni tanulni a fiatalok? A hagyományok, a múlt, az kötelez bennünket, mert az elmúlt években folyamatosan résztvevői voltunk az országos úszó Diák Olimpiának. Most is úgy volt, hogy ott kell, hogy legyenek a mi gyermekeink. Az eredményekkel meg vagyok elégedve. Örülök annak, hogy ez a korosztály első-második korcsoport jutott föl most a dobogóra, a dobogó közelbe, mert azt jelenti, hogy az alapok azok rendben vannak. Azt gondolom, hogy az iskola bizonyos szinten elkötelezett az úszás irányában. Szerkezetünkből adódóan ebben az évben is közoktatási típusú sportiskolai osztályt indítunk, aminek az úszás az alapja, illetve úszóosztályokat, illetve büszke vagyok arra, hogy iskolánk minden tanulója megtanul úszni, és tud hódolni ennek a csodálatos sportágnak. Mi a tapasztalat, a szülők az iskola választása mennyire veszik figyelembe ezt a lehetőséget? Azt gondolom, hogy aki a gyerek jövőjével kapcsolatosan komolyan gondolkodik, az tudja azt értelmezni és tudja azt preferálni, hogy az úszás egy olyan alapsportág, ami a gyerek életét egészében meghatározza. Tehát, hogyha ebbe a korba, 6-10 éves korba minden nap úszik a gyerek, az olyan élettani hatásokat tud majd számára biztosítani, ami az egész életét meg fogja határozni. Az ügyvédi kamara csapata nyerte a Hübner húsvéti röplabda kupát, a második helyen a névadó csapata végzett, a harmadik helyet pedig a szülők együttese szerezte meg. A Bemiskola csarnokában 12 gárda mérte összetudását. Nagyon jól fogadták a többi csapatok is, tehát a vendégeink. 15 csapat gyűlt össze, de 3-nak sajnos le kellett mondani, úgyhogy 12 csapat van. Szerintem ez mindent elmond, tehát ilyen nagy létszámmal ezek a baráti cégek, akik itt vannak, magáért beszélt. 3 pályán zajlanak folyamatosan a meccsek. Ki segít a szervezésben, mekkora logisztikát igényel egy ilyen egész napos rendezvény lebonyolítása? A szervezésben Erdősné Balogh Erika és Szekely Lászlóné segítenek, tehát ők azok, akik természetesen abszolút a profi hátteret nyújtják abba, hogy kell egy ilyet lebonyolítani, és a többit pedig mi a cég dolgozói csináljuk. Milyen reményekkel indult el a házigazda csapata, hiszen azért ti már szabadtéren rendszeresen ott vagytok a nyári tornákon. Természetesen szeretnénk dobogós helyet elérni, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy tényleg nagyon jó hangulatban játszunk, vannak nagyon erős csapatok, vannak akik kezdők, úgyhogy itt végül is a sport szeretete az, ami fontos, hogy összejöjjünk, játszunk egy jót és eltöltsük sporttal a vasárnapot. Ha már a nyári eseményről szó esett, 2016-ban mikor, melyik időszakban telik majd meg a Kossuth tér környéke?
Most már pontosan tudjuk, és ez az ötödik Hübner Strand röplabda lesz, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Június 30-tól július 3-ig lesz, úgyhogy egy kicsit most benyúlunk a júliusba, úgyhogy akkor megint betelítjük a Kossuth teret, és hajrá Strand röplabda. A megyei önkormányzat is képviselteti magát egy csapattal a Hübner H-kupa húsvéti röplabda torna. Milyen felkészülés után, milyen reményekkel érkeztek? A felkészülésünk az mondhatni nagyon gyors volt és nagyon hatékony, hiszen összesen talán egyszer vagy kétszer tudtunk találkozni, de ez is összekovácsolta a csapatot megfelelő módon. A reményünk pedig a tisztes helytállás, és mindenképpen szeretnénk hagyományt teremteni ezzel magunknak is, hogy az ilyen is ehhez hasonló rendezvényeken a megyei önkormányzat is megmutassa magát majd a közeljövőben, mert úgy gondoljuk, ezek nagyon fontosak. Tehát a társadalmi szerepvállalás is nagyon fontos a megyei önkormányzat részéről, és ebbe igyekszünk helytállni. És azt hiszem, hogy ez egy közösségkovácsoló rendezvény, és amely nem csak a megyének fontos, hanem ugyanúgy fontos bármilyen közösségnek, legyen az akár egy cég, akár egy más civil szervezet, közösség, aki most is képviselteti magát. Úgy gondolom, hogy ezek a rendezvények nagyon sokat segítenek ahhoz, hogy olyan kapcsolatok és olyan társadalmi, hogy olyan együttműködések jöjjenek létre, amelyek mindenképpen hasznosak az egyénnek és a megyének is. Milyen hangulatú a rendezvény, ugye sportról van szó, tehát aki felmegy a pályára, azt gondolom, attól függetlenül, hogy mennyire érti ez a sportákhoz, győzni akar. Természetesen mi is így megyünk fel minden mérkőzésre, igyekszünk is a lehető legjobbat kihozni magunkból, a hangulattal semmi probléma nincs, néha még vannak technikai hibáink, de ezeket ki fogjuk küszöbölni az elkövetkezendő meccseken. 3-szor vezette olimpiai bajnoki címig a vízilabda válogatottat, jelenleg a szövetség elnöke, mellette vezetőknek és leendő vezetőknek tart tréningeket. Kemény Dénessel Nyír Bátorban beszélgettünk. Ma egyetemisták számára tart itt egy előadást Nyír Bátorban. Ön válogatott játékosként sportolás mellett tanult. Mit tudna ajánlani mostani fiataloknak, hogyan összeegyeztet, hogy a kettő és hogyan volt akkoriban? Egyik segíti a másikat. Én nekem az volt a szerencsém, hogy a családi vonatkozások miatt nem elkerülhetetlen volt az, hogy sportoló legyen belőlem, ráadásul, hogyha valaki vízilabdázik, miután ugye a víz az egy idegen közeg nekünk, az nem a miénk, hanem az a halaké, ezt nem lehet egy héten háromszor csinálni. Vagy minden nap megy az ember, és minden nap egy olyan közegben van, ami különben szokatlan, vagy nem. És az, hogy én már általános iskolában úgy kellett tanuljak, és úgy kellett leckét írjak, hogy bele kellett férjen az utazás és az edzés is, nagyon hamar rendszeretetre és koncentrálásra kényszerített, vagy nevelt, és ugye ez egyik a másikat segítve, nem volt véletlen régen, nagyon sok volt ez a jó tanuló, jó sportoló elismerés, sokszor az iskolákban nehéz volt dönteni, mert aki sportolt, az általában jól is tanult. Ön annak a generációnak a tagja, amelyik 76-ból olimpiai bajnokságot nyert hosszú szünet után, nem fájt akkor, nem hiányzott, hogy kimaradt abból a csapatból? Azért nem fájt, mert akkor én még bőven fiatal voltam ahhoz, hogy én meg az olimpiai aranyat megszerezhessem játékosként. Világos, 22 évesen jó lett volna, de arra gondoltam, hogy meg lesz később. Később meg nem, hogy nekem nem lett meg, senkinek nem lett meg. Következőre várni kellett, az már mégiscsak nekem meg lett, de akkor már a kispadon edzőként. Én azt gondolom, hogy a igazán sikeres vízilabdásokon kívül Magyarországon mindenki egy kicsit elégedetlen a saját pályafutásával, nem is ezt gondolom, ezt tapasztalom. Én megtanultam szeretni a saját játékos pályafutásomat, azt, ami engem 30 évig sapkában látott, 30 éven keresztül voltam játékos, ezzel alatt voltam profi Ausztráliában, voltam profi Olaszországban, megszereztem az állatorvos diplomámat, voltam junior Európa-bajnok, voltam felnőtt válogatott, én büszke vagyok arra, és akkor is az voltam, amikor befejeztem, most is büszke vagyok arra, amit elértem. Én nem értem azokat a játékosokat, akik mondjuk Európa-bajnokok lettek, vagy világkupa győztesek, de nem sikerült esetleg egy VB aranyat nyerniük, vagy egy olimpia aranyat, és akkor igazából a pohárnak az üres részét látják csak. Én nekem kevesebb jutott, mint az ilyen játékosoknak, és mégis örülök neki. A Sydney arany is hosszú szünet után érkezett. Milyen volt az megélni? Kárpótlás volt, elégtétel, utána jött még két arany, és milyen volt egy olyan csapatkapitánynak lenni, ami abban az időszakban talán a legelismertebb, a legnépszerűbb volt Magyarországon? Nekem ez nem volt kárpótlás, mert befejeztem a játékos pályafutásomat, én nagyon boldog voltam, hogy dolgozhattam Olaszországban állatorvosként, és mellette edzősködtem. Ez egy kihívás volt, teljesen megszűnt, amikor én kapitány lettem. Az én addigi múltam, és csak arra koncentráltam, ami arra a 4 évre tartozott, mert ugye volt egy 4 éves szerződés, aminek a vége volt az olimpia Sydneyben. És kitűztük a játékosokkal együtt, én tűztem ki, ők meg elfogadták az én célkitűzésemet, az olimpiai aranyat,
és sikerült meg is szerezni. Nyilván nagyon sok faktornak kellett összejátszódni ahhoz, hogy ez sikerüljön, de összehoztuk. Ez egy nagyon jó találkozás volt, volt egy 20-25 olyan játékos, akiből ki lehetett alakítani egy erős válogatottat, és volt egy olyan edző hozzá, vagy szövetségkapitány, akinek az elképzelései ezekkel a játékosokkal végül is aranyérmet eredményeztek. Tehát egyik se lett volna a másik nélkül. Azt kérdeztem még, hogy milyen volt megélni ezt a 11 néhány évet a népszerűség csúcsán? A csapat volt a legnépszerűbb csapat Magyarországon. Ennél fogva, aki ezeket a nagyon népszerű és tényleg megjelenésükben is, meg megszólalásukban is, meg játékukban is csillagokat vezette, irányította, az voltam én, és ez nyilván egy olyan tekintélyt adott, hogy nagyon jó érzés volt. Mind a mai napig nem olyan régen lementem egy uszodába tengeren túlon, oda mentem a vízilabdaedzőhöz, aki kis gyerekeket oktatott, és amikor odaértem, az eskezet fogtunk, azt mutatta a karját, hogy amikor megláttalak, azóta föláll a szőr a karomon, libabőrös vagyok, hogy találkozhatok veled. És azért most már eltelt 4 év London óta, ami ugye nem volt sikeres, tehát 8 év eltelt azóta, ami a utolsó olimpia aranyunk, és mégis ilyen hatással van a vízilabda világára ez a csapat, illetőleg a csapat mentén én is. Lehet különbséget tenni a három arany között? Van kedvenc, és van-e kedvenc, hogy volt-e kedvenc játékos? Az aranyak között különbséget lehet tenni, sőt, de nyilván szeretni, egyformán szeretem mindegyiket. 3 aranyat nyertünk olimpián, 3 fiúgyerekem van. Azt kérdeznéd, hogy melyik gyerekemet szeretem jobban, arra se tudnék válaszolni. Az első azért volt gyönyörű, mert nem ismertük azt az érzést. A második azért, mert nagyon szerettük volna újra átélni. A harmadik pedig kicsit olyan volt, mint az első, mert ahogy az első nekünk sporttörténelem volt számunkra, a harmadik az már az egész világ felé volt sporttörténelem. Tehát azért éreztük hasonlóan, mint az első, mert mikor tudsz 3-at nyerni, akkor nyertél már 2-t. Melyiknek volt könnyebb, vagy melyiknek nehezebb lenni, játékosnak, szövetségkapitánynak, vagy szövetségi elnöknek? Ez a sorrend. A játékosnak a legkönnyebb, mert a játékos magáért felelős, nyilván a csapat eredményeiért is, de hogyha ő mindent megtesz a saját részéről, akkor hogyha ki is kapott a csapat, és ezért rosszul alszik, de legalább saját magának nincs lelkiismert fordulása. Az edző már mind a 13 játékosért felelős, elég, hogyha 2 gyengében játszik, és ez vereséget eredményez, akkor az edző azon rágja magát, hogy mit csináltam rosszul a felkészülés alatt, mit rontottam el a meccsen. Az elnök az meg a teljes magyar vízilabdaért felelős, ott az is probléma, hogyha a 2 hetes Európa-bajnokságon a 8000 szék közül a 3. meccsnapon az egyik koszos. Tehát az elnök az amennyivel rosszabb edzőnek lenni játékosnál, annyival rosszabb elnöknek lenni edzőhöz képest, de egy valami azért jobb. Én nekem kezdett már az egészségemre menni a 16 év kapitánykodás, és legboldogabb a 2 nagy fiam volt, amikor úgy döntöttem, hogy nem folytatom. Kicsit visszakapták az apjukat, sokkal kisebb a stressz, viszont ez egész éves mindennapos munka. Kapitánykodás az nagyon koncentrált, viszont vannak utána pihenők. Belgrádban a hölgyek hozták a pólósoktól mindig elvált aranyémet, elképzelhető, hogy a jövőben esetleg megfordul a korábbi tendencia, tehát sikeresebbek, eredményesebbek lesznek a lányok, mint a fiúk. A lányoknál az a nehéz, hogy lányok, és szerencsé az ellenfelek is lányok, de nagyobb a fluktuáció. A fiúknál, hogyha vannak erős csapatok helyen közel, azért az első 4-5-öt meg lehet jósolni. A lányoknál ez általában tágabb ez a kör. Ahogy érzékelem, egy csapat kiemelkedik, az az amerikaiak, és aki az amerikaiakat meg tudja verni, az könnyen lehet olimpiai bajnok. Ha nem tudja őket senki megverni, akkor ők lesznek, illetőleg, ha valaki megveri nekünk, mi pedig azt le tudjuk győzni, mert az amerikaiakon kívül szerintem bárkit le tudunk győzni, az amerikaiakat is, csak az sokkal nehezebb. Fantasztikus kapusuk van, minden poszton erősek, eleve borzasztó erősek Amerikában, ugyanolyan népszerű női póló, mint a férfi, rengeteg a játékos, tudnak válogatni. Jövőre Pesten lesz a vizes VB, mekkora lökést adhat a sportágnak maga a rendezvény és a addigra felépülő Dagály utcai komplexum. Ennél nagyobb azért nem kell, mert nem tudjuk a gyerekeket hova rakni. Édesapám mondta, hogy ha most lejön egy vízilabdás palánta pólózni szeretne, akkor ráugrik a fejére egy másik gyereknek, mert úgy tele vannak a medencék, pedig gombamodra nyílnak, hála a tavópályázati rendszernek,
most már 10-nél tartunk, vagy 11-nél, az új úszodák épülése, vagy a lerobbant, vagy lepukkadt úszodák felújítása kapcsán. Ennek ellenére közel 7000 igazolt vízilabdás van, úgyhogy azt gondolom, hogy lökésre nincs szükség, a minőségre van szükség. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!